keresztelő Szent Jánosnak szentelt kisszebeni szárnyas oltár 1896-ban érkezett Budapestre. Viszont a közel 75 éven át tartó restaurálási munkálatait követően csak most látható újra az eredetit megközelítő fényében. A következő negyed órában Dabronaki Béla és Szutor Katalin a helyreállítás kulisszáiba avatnak majd be minket. Kalauzunk pedig Király Zsuzsanna múzeumpedagógus lesz, aki a gótika és a kortárs kapcsolatán keresztül segít értelmezni a szakrális alkotásokat. Szárnyas oltárok művészete Magyarországon a 15. század elejétől a 16. század első harmadáig virágzott. Az írott források alapján az egész ország területén álltak szárnyas oltárok, de a török, majd később a protestáns képrombolás jó néhányukat elpusztította. A Dunántúlon, az Alföldön és Budán nem maradtak fenn. A ma ismert szárnyas oltáraink legnagyobb része az északi ország részről származik, de maradtak ránk alkotások az erdélyi területekről is. Az oltár szárnyak segítségével nyitható és zárható, ami alkalmassá teszi arra, hogy az egyházi év hétköznapjait és ünnepeit követve más-más nézettel forduljon a hívek felé. Általános szabályt nem ismerünk, de valószínűsíthető, hogy az év nagy részében az oltárok zárva voltak, és csak a nagy egyházi ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor vagy a templom védőszentjének az ünnepén nyitották ki, és ekkor tárult a hívek szeme elé az oltárszekrény, ami faragásokkal, aranyozással és szobrokkal díszített. A kisszebeni oltár oltárszekrényében három szoborral találkozunk. Középen Madonna alakja áll, akinek a jobbján keresztelő Szent János, a kisszebeni templom védőszentje áll, a balján pedig Szent Péter látható. Az oltárszárnyak belső oldalán szintén keresztelő Szent Jánossal találkozunk. A festményeken az ő élete jelenik meg 8 jelenetben. Az oltár külső hétköznapi oldalán pedig a Hiszek egy szövegével találkozunk 16 képben. A képi megjelenítés azért volt különösen fontos, mert egyfajta vizuális segítséget jelentett a hívek számára, akik ebben az időben, ugye a népesség nagy része még nem tudott olvasni. A kisszebeni főoltár itt a budavári palota tróntermében tekinthető meg a késő gótikus szárnyas oltárok kiállítás keretében. A tárlat ugyan nem tükrözi az eredeti templomi környezetet, de itt a festmények és a szobrok között mégis érdemes elképzelni, hogy milyen hatása lehetett ezeknek a hatalmas és látványos oltároknak az eredeti helyükön. Középkorban jelenlegi ismereteink szerint nagy létszámú műhelyekben dolgoztak. Ezekben a műhelyekben voltak asztalosok, ácsok, inasok, akik a festéket keverték, és elsősorban faszobrászok, akik a nagyon jó minőségű szobrokat készítették. Ezek a mesterek megtervezték, és a különböző fázisokat mind-mind más csinálta. A szobrászat határozta meg leginkább az arculatát a főoltárnak. Megfigyelhettük, hogy ezen a faragványon több kéz dolgozott, több minőségű, több színvonalú faragással találkoztunk. Jelenlegi ismereteink szerint egy-egy ilyen oltárnak az elkészítése több évet vett igénybe. Főként egy ilyen oltár esetében, ahol ennyire dús faragású a történet, és itt nagyon komoly aranyozási mennyiséggel találkozunk, és nagyon-nagyon sok a finom munka, ami feltételezi azt, hogy nagyon hosszú ideig készülhetett. Elsősorban hársfából készítették ezeket az építményeket. A faragványokat
enyveszték és kréta alapozással látták el. Ezt külön kisinasok csinálták, a kréta alapozást, amit enyves krétával készítettek el. Utána aranyozással vonták be. Az aranyozás technikája az egy nagyon bonyolult és összetett technika. Gyakorlatilag a középkorban általánosan ismert volt ez az aranyozási metódus, és itt feltételezhető egy nagyon komoly mecénatúra, aki ezt a munkát megrendelte és finanszírozta. Ennek a restaurálásnak a legbonyolultabb és legnehezebb kérdése az volt, hogy milyen mértékű legyen a kiegészítés, hiszen ez egy nagyon erősen sérült oltár volt. Használtunk hozzá archív felvételeket, amik a helyszínen Kisszebenben készültek, amik azért nagyon komoly támpontot adtak. A faszobrász feladat volt a legbonyolultabb és a legtöbb időt igénybe vevő. A következő nehézséget azt jelentette, hogy a felületeket hogyan kezeljük. Aranyozást nagyon nehéz úgy bemutatni, hogy nem arannyal jelezzük. Tehát, hogyha valami kevésbé nemes anyaggal egészítjük ki, akkor nem olyan az összhatás. Jelen esetben egy kompromisszumos megoldást sikerült találni, hogy megkapta az aranyozás felületét minden egyes kis faragvány, és egy megkülönböztető retussal sikerült megkülönböztetni az eredetitől. A múzeumi restaurálásban ez egy nagyon fontos alapelv, hogy hiteles legyen, amit csinálunk. A kisszebeni templomban álló oltár legteljesebb állapotáról 1876-ban Hanselmann Imrétől ismerünk részleteket. Majd 1891-ből egy bártfai szobrász, Mauritius Hölzel már az oromzat felső részének sérüléséről ad hírt. A felújítás szükségessége miatt a szárnyas oltár 1896-ban érkezett Budapestre az Iparművészeti Múzeumba. 28-ba kerül át a Szépművészeti Múzeumba. Nyilvánvaló, ehhez szét kellett szedni megint, és újból felépíteni a Szépművészetibe, ahol egészen pontosan tudjuk, hogy 1944-ig állt. Bombázást ugyan átélte, maga a múzeum nem kapott találatot, de az írtózatos lökés hullámok betörték a múzeum összes létező ablakát, a 44 előtt készült utolsó oltár fotón még csomó mindenünk megvan, viszont ide már nem kerül fel, magyarul elpusztult. Kiváló felvételeink voltak ezekről a darabokról, ezért úgy éreztük, hogy ez kötelességünk visszaállítani, mert hogy teljesen hiteles forrásunk volt. Úgy kell elképzelni, hogy ez a 70 vagy akár több év is, ez nem folyamatos munkával telt, hanem ahogy a hangulat engedte. Az 50-es évek elején kezdődtek el a munkák, a sérült mozgószárnytábláknak a munkájával, és mi innen folytattuk. Én Szentpéteren dolgoztam egy kollégámmal, elképesztően összeszáradt, elvetemedett és töredékes darabokat találtunk, úgyhogy némelyiknek a puszta megfejtése is, meg összeszedegetése is egy hosszadalmas munka volt. Nagy bakugrásokkal, szünetekkel jutottunk el 14-ig. Maradt a szekrény összeépítés, illetve a merev szárnyak keretrendszerének a kitalálása is, meg hát a felépítése. Tárnak. Én is annak vagyok a híve, hogyha egy oltáron nagyobb felületeken, több helyen jelentősebb lepusztultság van, akkor ott nem csináljuk vissza feltétlenül az elpusztult felületeket, mert csomó olyan megoldhatatlan rész adódik egy ilyen sérülés típusnál, hogy hát az már nem korrektnek tekinthető, hanem a fantázia világába tartozó. Itt amilyen darabjaink megmaradtak,
tökéletes felülettel rendelkeztek. Sikerült kidolgozni egy olyan megkülönböztetési eljárást, ami nem a szokásos retus és egyéb eszközt használja, hanem igaziból ez inkább egy grafikus jelölésnek tekinthető. Mindig van határjelölés is, tehát hogy mettől meddig van ez a rész. Így egy sokkal egységesebb, a tárgyat nem szétrobbantó megjelenést tudunk biztosítani, ami sokkal egyértelműbben mutatja, ha megmaradt volna, akkor ma ez nagyjából hogy néz neki. Felmerülhet a kérdés, hogy miért lehet fontos számunkra egy 15. századi szakrális tárgynak a megismerése. Ezeken a tárgyakon csupa olyan történettel találkozunk, amiket ma már nem ismerünk olyan széles körűen. Olyan jelképeket látunk, amiket talán már nem tudunk olyan könnyen értelmezni, mint azok, akik évszázadokkal ezelőtt nézték ezeket a tárgyakat. És hát nyilvánvalóan a vallás szerepe is átalakult az életünkben, teljesen egyéni kérdés és döntés az, hogy kinek milyen szerepet játszik az életében. Mégis van-e valamiféle aktualitása számunkra ezeknek a tárgyaknak? Ha a művészetre gondolunk, akkor mindenképp van. Minden olyan vallás, ami hosszú időn keresztül hatással volt egy-egy területre a világon, gyakorlatilag megkerülhetetlenné válik. A történetei, a hagyományai és a jelképrendszere a mai napig hat a művészetre, és ez a hatás, ez nagyon sokféle lehet, és pont ezért nagyon izgalmas. Imre Marian Szent Cecília installációja a szakrális művészet egy kortárs darabjaként is értelmezhető. Az alkotó gondolkodásában és munkáiban fontos szerepet kap a vallás és a filozófia. A Szent Cecília installáció megalkotását egy 17. századi barokk szobor, Stefano Maderno márvány szobra ihlette, amely Szent Ceciliát ábrázolja abban a testhelyzetben, ahogy megtalálták a szarkofágja felnyitásakor. A földön egy betonmunkát látunk, egy testformáját, amelynek a felületét növényi indákat idéző motivumok borítják. A mennyezeten pedig egy plexi objektet, a betont és a plexit pedig vékony, szinte áttetsző cérnaszálak kötik össze. A függőleges cérnaszálakon középtájon egy csomórendszer rajzolódik ki, és ebből áll össze a harmadik test, Szent Cecília lelke, vagy szellem alakja. A múzeum pedagógiai foglalkozásokon alaposan megvizsgáljuk a tárgyat, a látványból indulunk ki, elmeséljük a keletkezésének a történetét, és arról beszélgetünk, hogy mire utalhat mindaz, amit látunk. Vajon a tárgy látványa a test és a lélek kettőségére utal, vagy arra, hogy ez a kettő szétválaszthatatlan? Egyáltalán mit gondolunk erről a kérdésről, és hatással van-e az, amit gondolunk arra, ahogyan ezt a tárgyat látjuk és értelmezzük. A beszélgetéseinket mindig valamilyen szemléltető eszközzel, vagy valamilyen érzékre ható eszközzel szoktuk színesíteni. Ennél a tárgynál ez főleg a hangkeltő eszközöket és a zenét jelenti, hiszen Szent Cecília a zene védőszentje. Az én választásom egy kortárs szerző, Erik Whitaker műve, aki Imre Marianhoz hasonlóan egy régebbi kornak a művészetéből, a középkorból indul ki, és ebből alkot egy kortárs művészeti alkotást. A Magyar Nemzeti Galéria késő gótikus szárnyas oltárok című tárlata, valamint a jelenkori gyűjtemény műalkotásai mellett még számos érdekességet tartogat. M5.
Minden, ami érték.